Régia táncegyüttes tagjai ki sem pihenhették a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivált. Lengyelországba utaztak, hogy az 55. Nemzetközi Hegyvidéki Fesztiválon, a Hegyi Népek Zakopánei Népművészeti Fesztiválján szerepeljenek. A rendezvény olyan jól sikerült a fehérvári táncosoknak, hogy több díjat is elnyertek. Azt hiszem 12 tagú zsűri volt, nemzetközi zsűri volt, akik elbírálták az ott látott produkciókat, és három kategória volt egyébként, amiben lehetett nevezni. Volt a hagyományőrző kategória, mi természetesen nem ebbe neveztünk, hanem mi a hármas kategóriába neveztünk, és ebbe a kategóriába ilyen országok, mint Indonézia, Mexikó, Törökország, Magyarország, így voltunk. Az 55. Nemzetközi Hegyvidéki Fesztivált augusztus 16-a és 22-e között rendezték meg Zakopánéban. A lengyel fesztivál elsődleges célja a hegyvidéki népek népművészeti örökségének megőrzése, továbbadása és széles körű népszerűsítése. A többnapos találkozón számos nemzetközi csoport vett részt, Lengyelország, Bulgária, Spanyolország, Indonézia, Koszovó, Mexikó, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Magyarország képviselő mérték össze tudásukat a folklor táncok bemutatásában. A fesztivál fődíját egy 25 perces műsorral nyerte el a táncegyüttes. Figyeltünk arra, hogy azért a változatosság, ami ugye a magyar néptáncra jellemző, azt itt megint meg tudjuk mutatni, és azért nekünk ez egy nagyon nagy fegyvertény magyar néptánc együtteseknek, hogy ennyire változatos a magyar tánc folklor. Úgyhogy tényleg Erdélytől Kis-Magyarország területén keresztül tényleg mindenféle táncdialektust meg tudtunk mutatni, illetve olyan műsort vittünk, amiben nem csak a ezerre pörgés, hanem azért nagyon szép lírai énekekkel, átkötésekkel próbáltuk egy ilyen változatos hangulatú műsorra tenni. A fesztiválon goráltáncban és énekben is megmutathatták tudásukat a résztvevők. Az Alba Régia táncegyüttes lányainak is egy lengyel dalt kellett megtanulniuk és a lehető legautentikusabban visszaadniuk. Ezt a versenyt ők nyerték. A fiúk pedig abban a táncversenyben bizonyultak a legjobbnak, ahol a lengyel folklór jellegzetes férfi táncát kellett bemutatniuk. A fesztivál fődíjasa az Alba Régia táncegyüttes lett.